Karácsony előtti hangulat várta a rendezvényre érkezőket az alapítvány szerencsi székhelyén, a Rákóczi úti irodaház udvarán. A vendégeket forró teával kínálták a szervezők, majd az alapítvány elnöke, ifjú Balog Sándor üdvözölte az esemény résztvevőit. A kuratóriumi elnök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a civil szervezet őrizve édesapja emlékét évente hirdeti meg tanulmányi ösztöndíj pályázatát a hátrányos helyzetben élő, rászoruló tanulóknak. Az alapítvány célja jelen esetben az volt, hogy egy kis műsort adjunk azoknak, akik korábban támogattunk. Ez az utolsó három évben 56 diáknak tudott az alapítvány támogatást nyújtani, körülbelül 2,5 millió, 3 millió forint értékben, illetve 2-3 intézményt, főként Szerencsen, de előfordult, hogy Miskolcon is tudtunk támogatni könyv- és műszaki cikk adományokkal. Az összes támogatottat szerettük volna meghívni erre a tejára, és egy kis műsort adni nekik, hogy lássák, hogy nem felejtettük el őket, még hogyha a válság, a pénzügyi nehézségek vannak is, mi igyekszünk továbbvinni ezeket a céljainkat, és igyekszünk a további ösztöndíjakat osztani, úgyhogy januárban újabb kiírás várható a második féléves tanulmányokra. A Teaparti sztár vendége Falusi Marian volt, aki régi és új nótákkal szórakoztatta a közönséget. A résztvevők közöttük kicsik és nagyok, az énekessel együtt dúdolták az ismerős dalokat a Balog Sándor Alapítvány karácsony előtti teapartiján. Isten nekem súgja a trükkokat.